Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceántúlról részvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Hunon Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Barta Tusek Nébolya vagyok, PPH igazgató. Barta Tusek János vagyok, szintén PPH igazgató. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunol Trade ZRT, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Alapítója és vezetője. Az egyik leghíresebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Nem volt a múltban sem ő, sem hozzátartozói kis tag vagy pártag, illetve vezető beosztású. Nem örökölt se vagyont, se rangot. Nem vett részt a privatizációban sem. 87 óta szerzett tapasztalatot az emberekkel való helyes bánásmód területén. 1991-től lett tapasztalata a csapatban együttműködés területén. 93-tól rendelkezik tapasztalata a cégvezetés, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma megoldás, az emberek vezetése és oktatása területén. 96-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Több pénzintézet vezetője is volt a múltban. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezett piacvezető. Vezetésével már több százer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében vett részt. Nem igazán jellemző, hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. 84 óta Budapesten él családjával. Feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog család élete van, 2 fiúgyermeket neveltek fel. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. 87 óta szerzett kivételes tapasztalatai és hatalmas eredményei tették őt különleges tudású és képességű emberré. Szedlacsik Miklós úgy lett neves magyar tanító, kiváló előadó, illetve motiváló, hogy átlagemberként hatalmas kitartással és lelkesedéssel ért el eredményeit, szerezte meg egyedülálló tapasztalatait és tudását, az élet vezette a mostani útjára. A vezetőnk több különleges képességet kapott. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információt és tudást. Képes az emberről és az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítottak, de azok legtöbb ember számára értetlenek. Ha szükséges, képes személyek esetében is információt kapni a múltról és a jövőről. Mindig az élet mélységét érintő kérdések foglalkoztatják. Gyakran fordulnak hozzá tanácsért, mivel a kisugárzásában benne van, hogy érzékenyen érinti a legkülönfélebb emberi problémák, amikre igyekszik mindig megfelelő megoldást találni. Mivel objektív tud maradni a problémákkal szembe, ezért mindig megfelelő tanácsot tud adni a hozzáfordulóknak. A céljait általában úgy tűzi ki, hogy azok egyben valami nála is magasabb eszme megvalósulását szolgálják. Teljesen másfajta nézőpontból látja az élet dolgait, mint a legtöbb ember. Ő olyan, mint a helységek felett köröző sas, aki mint egy magasabb szemszögből összefüggéseiben lát meg. Mivel látja az összefüggéseket, ezért többnyire értelmetlennek látja az emberek közötti ellentéteket is. Az emberek felé teljesített szolgálat az egyik alapeszméje az életének. Képes háttérbe szorítani a saját akaratát és egyén érdekeit annak érdekében, hogy mások életén segíthessen. Ezt az erőt úgy tudja használni, hogy nem csak egyénileg segít, hanem tömegesen juttatja el segítséget az emberekhez, így csodákra képes. Küldetése az emberek lelki fejlődése, egy olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorban. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy ön is tarts meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek?
jelenlegi világhelyzettel. Mikor várható a negyedik hullám? Jön már felénk, nem? Pedzegetik. Hát ugye emlékeztek, van az a sorozat, az a kész átverés show. Hát most másfél éve minden nap megéljük. Nem? Körülbelül ez van. És hát az emberek ezt nem nagyon fogják föl. Pedig mondom, másfél éve kész átverés show van. Úgyhogy mi baj van a jelenlegi alakulásával a világnak? Mi bajotok van vele? Elnyomás, birkásítás, igen. Aztán? És meg az aranykor felé halad a többség. Hát jó, hát se tudják az emberek, mi az, hogy aranykor. Hát nézzük meg akkor, ha már így felhoztad. Jó? Nézzük gyorsan. Hova lett? Ja, összekevertem az egereket. Ja. Oké. Tehát nézzük meg, mit csinálunk. Coach képzéseink vannak. Mi a coach? Tehát ez, hogy alakult ki ez az, hogy legyenek coach képzéseink? Ugye 2000-ben kezdtem el ilyen típusú képzéseket tartani, majd tehát a nagy közönségnek, de 2001-ben rájöttem arra, hogy, illetve 2001-ben még nem, tehát még sikerült eltérülnem ebben a kérdésben, és ugye 2001-től belső embereknek tartottam ilyen típusú képzéseket, mint ami most. És mert a szolgáltatásunk az valami módon elterelt, tehát olyan dolgot kínáltak fel, ami még hasonlított ugye az előző tevékenységhez, ami még akkor ugye pénzügyi terület volt. És akkor sikerült elcsábulnom még 7 évre, vagy 6 évre, tehát 6 évre még sikerült elcsábulnom. Tehát, de hát már ez a fajta képzések mentek, csak nem a nagy közönség felé. És 2010-ben kezdtem el az ilyen fajta képzéseket, amit most tartok, a nagy közönség felé, és akkor 2013-ban rájöttem, hogy ez a képzés leginkább a coach képzésekhez hasonlít. És én úgy amúgy is szerettem mindig, hát nem is tudtam, hogy én coachingolok, tehát már lassan évtizedek óta, és akkor rájöttem, hogy coachingolok is, és akkor mondom, hát akkor már kössük össze a kellemest a hasznossal, és 2013 júliusától, július 16-tól kezdtük el az ilyen típusú képzéseket, mint ami most vannak. És mi a coach? A coach azt jelenti, hogy edző. Egyébként a mi értelmezésünkben mondhatnánk azt, hogy személyedző, de leginkább ezt a kifejezést a sportban használják. Na most, de mégis, ha megnézzük, akkor a coach nem csak a sportban használják, hanem a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy ember és élet jobbító. Tehát a coach azt csinálja, hogyha valaki felkeresi a coachot, akkor a coach segít abban, hogy rájöjjön az illető a problémájának a valódi okára, és
rávezeti az illetőt arra, hogy hogy kell azt a problémát megoldani. Tehát nem azt jelenti, hogy fizikailag segít a problémájának a megoldásában, de szellemileg segít abban, hogy képes legyen az illető megoldani. Tehát hogyha egy ember képes arra, hogy megoldjon egy problémát, akkor annak van egy közvetlen olyan következménye, ami minden ember számára hasznos. És ez pedig az önbizalomnak és az önértékelésnek, illetve az önbecsülésnek a megemelkedése. Ugyanis ha egy ember képes a problémáit, vagy a problémáját megoldani, akkor ez kihat az önbizalomra, önbecsülésre, önértékelésre. Tehát minél inkább egy ember képes megoldani a problémáját, annál nagyobb önbizalommal, önbecsüléssel, önértékeléssel fog rendelkezni. De ezt ne keverjük össze az egóval. Tehát az egó és az önbizalom között óriási különbség van. Az egó az egy önbizalom pótlék, önbizalom pótló. Tehát minél nagyobb valakinek az egója, biztos lehetsz benne, hogy annál kisebb az önbizalma. Tehát az embernek, ahogy csökken születésénél fogva az önbizalma, sajnos, minek köszönhetően csökken az emberek önbizalmát? A leértékeléseknek köszönhetően. És ugye általában mikor kezdik el egy gyerek leértékelését? Hát onnantól kezdve, mikor már jár és beszél. Tehát jár és beszél. Miért? Mert ugye addig, míg nem tanult meg járni és beszélni, hát addig olyan nagy kárt otthon nem tud csinálni. De amikor elkezdi a károkozást, vagy a baj okozást kisebb-nagyobb mértékben, akkor elkezdik a gyereket leértékelni. Volt nekem egy nagynéném, neki volt egy igen rossz unokája, tehát több unokája volt, és igen rossz unokája, és arra az unokájára teljesen meglepődt, amikor egyszer azt mondta, még kicsi volt az unokája, hogy az én unokám olyan kártékony. Mert ezt a szót ebben a megfogalmazásban még sose hallottam, hogy egy gyerek kártékony. Szóval lényeg az, hogy mikor egy gyerek kártékony kezd lenni, akkor kezdik a szülők leértékelni a gyereket, és amikor ez a leértékelés elkezdődik, akkor kezd az önbizalom, az önbecsülés, önértékelés, ezek összefüggnek egymással természetesen, elkezd lecsökkenni. És hát valaminek kell lenni helyette. Na akkor jön az ego. Márpedig akik a múlt században születtek, azoknak biztos, hogy valamilyen szintű egójuk tud lenni, mert mindenkinek ugye a születési dátuma az úgy kezdődik, hogy egy. Na most az egy, az az én, a férfiasság, az egónak a száma. Okay, és az mindenkinek van, aki a múlt században született, kivétel nélkül. Tehát ami azt jelenti, hogy akik az ebben a században születtek, és esetleg olyan évszámmal, hónapszámmal, vagy napszámmal, illetve napszámmal születtek, tehát a teljes születési dátumok, amiben esetleg egy darab egyes sincs, akkor megnézed az ilyen embereket, gyakorlatilag hát közel nem rendelkeznek ekkora egóval, mint azoknak, akiknek például, tudom én, mondjuk 3-4 egyesük is van, ugye ott a születési dátumokban. Szóval a lényeg az, hogy hogy küzdjük le ezt az egó kérdést. Tehát, ha
Ha valaki nagy egóval rendelkezik, az tuti, hogy azért rendelkezik nagy egóval, mert kicsiként leértékelték. Tehát ez nem valószínűleg, hanem biztos. Tehát az első 7 évben biztos, hogy kapott leértékeléseket. Tehát minél nagyobb egóval rendelkezik az illető, annál inkább kapott az első 7 évben leértékeléseket. Jó? Tehát ez biztos. Na most minél több leértékelést kapott valaki gyerekként, felnőttként nyilvánvaló annál kevesebb önbizalma van. Tehát nyilvánvaló, hogy az embernek felnőttként kell az életét olyanná tennie, ahol egyenesbe kerül és mondjuk elvileg a küldetése felé halad. De ha az önbizalma az nem elég nagy az illetőnek, akkor nehezen fog eredményeket elérni az életben. Na most ha az ember, tehát akkor nézzük az összefüggéseket, jó? Tehát először is ugye szükséges, hogy az embernek önbizalma legyen, hogy eredményeket érjen el. Na most ha az ember nem ér el eredményeket, akkor következő, nem lesz sikerélménye. Ha nem lesz sikerélménye, annak mi lesz a következménye? Az azt jelenti, hogy mi az, ami emeli az ember hangulatát, hogy jó állapotban legyen, hát a sikerélmény. Na most sikerélmény hiány az ember ellenkező irányba fog haladni, tehát az azt jelenti, hogy leromlik a hangulata. Na most ennek meg lesz egy olyan következménye a leromlott hangulatnak, hogyha ez hosszabb ideig történik, akkor úgy marad az illető már egy leromlott hangulatban. Na most ennek meg az lesz a következménye, hogy az illető elveszti azt a fajta kapcsolatot, ami csak azok számára adatik meg, akik jó állapotban tudnak lenni. Milyen kapcsolatról van szó? Ez egy isteni kapcsolat. Tehát az isteni kapcsolatunkat akkor tudjuk fenntartani, ha jó állapotban vagyunk. Na most, de én szeretnék ezzel kapcsolatban felhívni a figyelmeteket egy olyan dologra, hogy ha már Istenről beszélek, akkor nem csak jó Isten létezik. Tehát a mitológiából rengeteg olyan Istenről hallhattatok, akik nem éppen túlságosan jók voltak. Ami annyit jelent, hogy ha valaki már nem túl jó hangulatú, és esetlegesen olyan beosztásban van, ahol emberekre hatással van, akkor kinézhetik őt, vagy kinézheti őt egy olyan istenség, amely nem a jó Isten kategóriájához tartozik. És ő kezd el súgni neki. Ami annyit jelent, hogy olyan információkat súg a lelkén keresztül, amit az illető azt hiszi, hogy az ő jó istene sugdos. Na most ezek a földön túli entitások, ezek számos energia szinten vannak. Tehát az egész magas rezgéstől az egész alacsony rezgésig megtalálhatóak, és látszólagosan küldhetnek olyan információkat, ami persze megállja a helyét. De
mondjuk maga az információ mögött, ha jobban megnézi az ember, ott vannak valamilyen fajta etikai hiányosságok. Na most mondok példát, hogy ez világos legyen mindenki számára. Tehát itt a Földön, ha valaki azt gondolja, hogy egy Isten létezik, vagy létezett valaha, óriási tévedésben él, hiszen a kereszténységen kívül, ahol az Istennek jellemzően nincs neve, a kereszténységen kívül van egy csomó másik vallás, ahol különböző elnevezésű Isten van. Például, mit tudom én, mondjuk a mohamedánok vallása Allahhoz, vallásukban Allahhoz imádkoznak. Akkor a kereszténységben is eltérések vannak, hiszen például mondjuk a Jehova tanúi Jehovához imádkoznak. Akkor mit tudom én, van akik Krisnához imádkoznak, van akik Sívához imádkoznak, stb. Stb. Tehát most nem a kereszténységen belül beszélek már, tehát számos vallás, számos istenség, különböző istenség nyilvánul meg különböző vallásokban. Na most onnantól kezdve, ha valaki azt gondolja, hogy egy Isten van, bár a keresztények próbálják megmagyarázni, hogy ugyanarról az Istenről van szó, csak más néven, na most ez a kamu része. Jó? Tehát ez a kamu része. Szóval lényeg az, hogy, nem jól gondolkodik az, aki azt gondolja, hogy igazából egy istenség létezik. És ha megnézzük a vallásokban lévő istenségeket, nem egy frekvenciás entitások, hanem különböző frekvencián elhelyezkedő entitások. Tehát mit jelent a frekvencia ebben az esetben? Egy rossz hangulatú, értelmes lény, vagy bármilyen lény, tehát az állatokat is beleértve, egy rossz hangulatú lény az alacsony rezgésű. Egy jó hangulatú lény az magasabb rezgésű. Egy nagyon jó hangulatú lény pedig még magasabb rezgésű, és a magas rezgés és az alacsony rezgés között számos különböző rezgés található, hiszen a herc számban meghatározott frekvencia is hercenként változik. Jó, tehát nyilvánvaló, hogy az embereknél is, ha megnéznénk mindenkinek a rezgését, akkor kevés olyan ember lenne, akinek pontosan, tehát kevés két olyan ember lenne, akinek pontosan megegyezik a rezgése. És ugyanígy az istenségeknél is ez a rezgés, ez különböző frekvencia tartományban van. Természetesen az embernél is úgy működik, hogy nem egy frekvencián tartózkodunk állandóan, hanem a helyzetnek megfelelően a rezgésünk az képes arra, hogy változzon. Tehát mikor jó hangulatba kerülünk, akkor megemelkedik a rezgésünk. Amikor rossz hangulatba kerülünk, akkor lecsökken a rezgésünk. És ez ugyanígy van természetesen az istenségeknél is. De az a nem mindegy, hogy egy értelmes lénynek milyen az általános rezgése, tehát milyen az általános frekvencia, amin tartózkodik. Na most, mi emberek születésünknél fogva magas rezgés tartományba tartozunk. Na most onnan tudni, tehát, hogy jó helyről jöttünk, mert ha rossz helyről jöttünk volna,
Tehát olyan istenségek által jöttünk volna, születtünk volna meg ebben az életünkben, akik kevésbé magas rezgésűek, akkor nyilván ők azt intézték volna el, hogy a rezgésünk az ő rezgésükhöz passzoljon. Világos ez? De ez köztudott kellene, hogy legyen, hogy egy ember úgy születik, hogy magas rezgésű, kivétel akkor, hogyha abban a 9 hónapban már olyan dolgokat élt meg az édesanyja hasában, amit nem kellett volna, hogy megéljen. Tehát nyilván negatív dolgokról beszélek. Tehát erre példám is van, 2 azonos korú gyerek, egy-két hónap különbséggel születtek, pont évfordulóval, ezért nem abban az évben születtek. Az egyiknek viszonylag nyugodt, békés terhessége volt, a másiknak meg zaklatott terhessége volt. Na most az, akinek zaklatott volt a terhessége, mind a 2 fiú egyébként, az, akinek zaklatott volt a terhessége, az állandóan kicsiként ordított. Állandóan. Egyébként 2 testvérnek a gyerekéről beszélek, tehát magyarul a 2 gyerek az unokatestvér volt, és azért ugye pontos információim vannak róluk, mert én sokat vigyáztam rájuk kicsiként is. És ugye én 10 évvel voltam idősebb, ezért pontosan emlékszek mindenre velük kapcsolatban, amire kell természetesen, és óriási különbség volt a 2 gyerek között a 2 terhesség miatt. Szóval a lényeg az, hogy de ha ez a nyugodt, békés terhességi időszak megvan, áldott állapot időszak megvan, akkor egy nagyon jó rezgésű gyerek születik. Egy békés, nyugodt gyerek, aki szemlélődik a világra nagyon magas frekvenciával, és ha megnézzük, egy olyan gyerek, amelyik magas rezgésű, az biztos, hogy túléli a gyerekkorát. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy gyerekkorban nem halálozik el. Miért? Mert egy magas rezgésű gyerek olyan kommunikációt is kap, amit egy alacsony kommunikációjú, vagy alacsony rezgésű ember nem kap. Tehát, ha magas, tehát gondoljuk végig, leszülettünk, hogy születtünk le? Ugye a létközi állapotból, ahol hozzásegítettek ahhoz, hogy megszülessünk. Tehát a legtöbb ember nagyon jól el volt ebben a virtuális valóságban, a létközi állapotban. Tehát nagyon jól el volt. Ezért ugye bíztatni kellett az emberi lelket, hogy öltsön testet. Előtte ugye kiválasztja a saját szüleit. Mi alapján? Nagyon egyszerű, hogy mi alapján. Az előző élet alapján. Az előző életben pontosan informálódott az előző élete után, hogy mit csinált rosszul, tehát informálódtál róla, hogy mit csináltál rosszul, kivel nem zártál le kapcsolatokat, mit kellene kijavítanod, ezért keresve lett egy olyan család, ahol olyanná tudsz válni, olyanná tudtál válni, aki majd létrehozza azokat az élethelyzeteket, amit neked az előző életed alapján ki kellene javítanod. Amit neked emberekkel ki kellene javítani kapcsolatokat például, vagy le kellene zárni kapcsolatokat. És ezért kiválasztottátok azt a családot, majd leszülettél, az sem véletlen, ugye, hogy nyugodt, békés körülmények között volt az a terhesség, vagy nem nyugodt, békés körülmények között,
mert pontosan a fentiek látják azt, hogy képes lesznek-e a szülők arra, hogy létrehozzák számodra azokat az élethelyzeteket, ami által olyanná válsz, aki majd létrehozza a saját magának az élethelyzeteket, mert a karmádat nem gyerekkorodban éled, hanem felnőttként. Világos ez? Milyen karmát? Azt a karmát, amit az előző életben hoztál. Azt felnőttként éled meg. És itt egy kérdés van a karmával kapcsolatban, hogy vajon te felnőttként meddig dolgozol azon a karmán? Hogy leteszed-e azt a karmát? Tehát magyarul hozol egy jó döntést, és cselekszel-e helyesen, hogy az a karma lezáródjon? Ez az egy kérdés van a karmákkal kapcsolatban. Tehát a te döntésed, hogy a karmát észreveszed-e, mint karmát, tehát mindent, amit gyerekkorodból hozol, az az előző életi karmád alapján élted meg. Világos ez? És felnőttként az embernek lenni kellene annyi tudásának, már pedig, ugye már ez nem gond, hogy az embernek legyen tudása, régen egy kicsit macerás volt, most már nem annyira macerás, tehát ha az embernek van annyi tudása, akkor rájön arra, hogy jó-e az, amit csinálok rendszeresen, ami esetleg számomra önpusztító, vagy másoknak rossz, oké? Vagy elmulasztok-e magammal kapcsolatban dolgokat, vagy elmulasztok-e másokkal kapcsolatban dolgokat, stb. Stb. Az embernek végig kellene ezt gondolni, mert az emberek, ha megnézitek, csinálják a saját kis idézőjelben hülyeségeiket, ami abszolút nem észszerű. Tehát abszolút nem észszerű. Most gondold végig, itt van az életünk, kinek hány év? Az lenne a feladatunk, hogy azt, amit az előző életedben nem oldottál meg, ebbe az életedbe se oldjál meg. És akkor ugyanezt a csontot rágjad majd a következő életedben is. És ha ezt megnézzük, ugye akkor azt látjuk, jó, hogy itt van egy olyan, hogy élethelyzetek helyes kezelése, hát ha az ember viszi tovább a karmáját az életében, az nem egy élethelyzet helyes kezelése. Ha megyünk tovább, problémák megoldása, hát egy problémát akkor kell megoldani, ha az létrejött. Tehát magyarul az illető létrehoz egy problémát, és ez úgy kezdődik a fejlődés, hogy létrehoztam egy problémát, és hála Istennek már elkezdhettem megoldani. Ez a fejlődés kezdete. Tehát kezd annyi tudásom lenni, hogy már meg tudok oldani dolgokat, amit létrehozok. Majd, ha az ember tovább fejlődik, akkor jön az, hogy megelőzi az ember a problémákat, tehát olyat cselekszik, olyan dolgokat tesz, amivel nem hoz létre problémákat. És ugye az a harmadik lépés, hogy az összes élethelyzetét az ember helyesen kezelje, hogy ne hozzon létre még véletlenül se magának vagy másoknak problémát. De hát az sokan azt gondolják, hogy problémát létrehozni akkor lehet, ha teszünk valamit. Ezért ne tegyünk semmit, és nem hozunk létre problémákat.
Nem? Ezt még tanították is embereknek, hallottam. Ne tegyél semmit, és akkor nem hozol létre problémákat. A más nem szülők mondták. De ezt meg úgy hívják, hogy mulasztás. A mulasztás a legnagyobb bűn összességében a bolygón. Tehát nem az közvetlen ártótettek, vagy a közvetett ártótettek, tehát az ilyen bűncselekmények a legnagyobb bűn összességében a bolygón, hanem amit az emberek megtehetnének, de nem tesznek meg. Az a legnagyobb, összességében a legnagyobb bűn. Tehát magyarul az emberek megtehetnének dolgokat, és azt várják, hogy mások tegyék meg. Na most ennek az a következménye, hogy például megtehetnék azt, hogy letegyék a karmájukat, amit az előző életből hoznak, de nem tesznek semmit érte, hogy letegyék. Érted? Mulasztás. Tehát az önmagukkal szembeni mulasztás, ártótett. Önmagukkal szembeni ártótett. Megtehetnék azt például, hogy rendbe hozzanak egy olyan kapcsolatot az életükben, amit most is elrontottak. Az előző életükben is, ezáltal ebben is. De nem hozzák helyre. Oké? Mulasztás, ártótett. Na most, ha valaki úgy gondolja, hogy hát ez a előző élet, meg következő élet, meg hány élet, stb. Stb. Jó, ezzel kapcsolatban hadd mondjak egy gondolatot, mert ezt az iskolákban nem tanították, nekem se. Jó, tehát nekem se tanították az iskolában természetesen, hogy ez hogy működik. Meg akkor próbálják egyesek ugye ráhúzni a különböző vallásokba, vallásokra a reinkarnációs tanokat. Na most az ember, én úgy vagyok vele, én nem akarom csúnyán kifejezni magam, megpróbálom szépen, nem érdekel, hogy ki mit mond ezzel kapcsolatban. Nem érdekel, hogy a vallások mit mondanak ezzel kapcsolatban, és nem is érdekelt sose. Hanem egyszerűen gondolkodj logikusan. Tehát az első lépés a reinkarnáció elfogadásához az, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten? Ez a kérdés. Ez az első kérdés. Számodra van-e Isten? Nem az a kérdés, hogy van-e Isten, vagy nincs, mert az van, de hogy számodra van-e Isten, vagy nincs számodra Isten? Ez az első kérdés. Na most miért? Mert ha van Isten, akkor te egy teremtett lény vagy. Ha nincs Isten, akkor pedig ugye te az evolúció részeként jöttél létre. Na most akkor kérdezem, melyik a jobb? Az a jobb-e számodra, hogy az evolúció részeként jöttél létre, tehát magyarul egy életem, egy halálom van. Se előzmény, se utólag semmi, érted? Nagy nulla. Tehát nincs, se előtte, se utána. Gondold végig, az jó neked? Se előzmény, se következmény. Na most, ha van előzmény, akkor van következmény. Oké? Tehát, ha el tudja az ember fogadni, hogy van Isten, na akkor utána jön a következő kérdés, hogy az jó Isten, vagy nem? Ugye mindegyik vallás azt tanítja, hogy az ő Istene jó, nem? Ezt is azért megkérdőjelezném, de mindegy. Oké, maradjunk abban, hogy azt mondják a vallások, hogy az ő Istenük jó. Rendben, maradjunk ennél. Oké. Tehát ha jó az Isten, akkor hogy van az, hogy az egyiket jó körülmények közé teremti, a másikat meg rossz körülmények közé teremti?
Érted? És a szinte ahány ember, amely különböző családba születik, különböző körülmények közé születik. Sőt, még a testvérek is születhetnek különböző körülmények közé. Ha nézd meg, közben költözhetnek, vagy elválhattak, vagy bármi, érted? Vagy az egyik hosszabb két szülős családban él, a másik meg már rövidebb két szülős családban él. Tehát nem azonosak a körülmények. Oké? Tehát lényeg az, hogy az emberek különböző körülmények közé születnek. Az állatok, érdekes mód, nem? Ha nézd meg, a hangya az mindig hangyabolyba születik, nem? A róka az meg rókajukba. Érted? Kivétel mondjuk az állatkert, nem? Tehát ha megnézed, az állatok, tehát az azonos típusú állatok, hát az emberre is mondható, hogy az ember azonos típusú, nem? Legfeljebb a színünk más. De egyébként mindenkinek két lába, két karja, meg van agya, meg stb. Ugyanaz, csak más a bőrszínünk. De egyébként azonos lények vagyunk úgy nagyjából, nem? Ugyanott van a szívünk, minden ugyanúgy működik. Érted? Na most gondold végig, az azonos fajú állatok, az körülbelül azonos körülmények közé születnek. Bárhol a világon. Hát nyilván, amit tudom én, az ezüst róka máshova születik, mint a vörös róka, mert az ezüst az északra születik, ahol sok a hó, hogy el tudjon bújni, a vörös róka meg ugye ide születik a kevésbé hideg éghajlatra. De azon kívül, érted? Tehát ha megnézed, hasonló körülmények közé születnek. Ha van egy jó Isten, akkor mindenkit hasonló körülmények közé teremtene, nem? Nem így van? Ha az jó Isten, akkor mindenkit azonos körülmények közé kellene teremteni. És egy életünk van. Tehát ha jó Isten van és egy életünk van, akkor mindenkinek, hát az lenne az igazságos, nem? Azonos körülmények közé, vagy nagyjából azonos körülmények közé születni, nem? Hát nézd meg, mondom, az állatokat. Nagyjából azonos körülmények közé születnek. Na most akkor logikus, de az emberek aztán végképp nem azonos körülmények közé születnek, mondom, még sok esetben a testvérek sem. Akkor mi van most, aki igazságtalan az Isten? Nem. Hát ha igazságtalan, akkor az nem jó Isten, nem? Ha mondom annak a vallásúnak, ha te azt gondolod, hogy a te Istened igazságos, de mégis ezt csinálja, akkor neked egy igazságtalan Istened van teljes egészében. Na most melyik a jobb? Tehát melyik a jobb, mit hiszel? Az, hogy neked igazságtalan az Istened, vagy az a jobb, hogyha igazságos. Tehát magyarul jó Istened van. Na nyilván azt mondja az ember, nekem az a jobb, ha az én Istenem az jó, nem? Igen ám, de ha jó az Istenem, akkor miért csinál ilyen igazságtalanságot? Mert nem igazságtalanság. Hát akkor hogy jön ki a nem igazságtalanság? Nagyon egyszerű. Hogy volt előző? Előzmény. Hát volt előzmény. Világos ez? Nem, logikus. Hát volt előzmény. És ha van előzmény, vagy volt előzmény, akkor van következmény. Magyarul a jelenlegi életem az egy következmény. Oké? És akkor onnantól kezdve, igaz, van fizetett prüszkölünk, tehát lényeg az, hogy gondold végig. Onnantól kezdve tovább le is lehet mondani, hogy igazságos az Isten, mert az előzménye alapján lesz az embernek következménye. Világos ez? Na most, mi a biztosíték arra, mondom azoknak, akik nem hisznek az Istenbe, mi a biztosíték arra, hogy van?
amikor az ember már hisz benne, akkor tud vele kommunikálni. Amikor az ember nem hisz benne, na, nincs kivel kommunikál. Tudsz a szomszédoddal. Szóval lényeg az, hogy nézzük jobban meg ezt a kérdést, jó? Melyik a jobb neked? Mondom azoknak, akik nem hisznek ebben a kérdésben. Az a jobb neked, hogy van Isten, vagy az a jobb neked, ha nincs Isten? Csak azért mondom, mert én mindig így közelítettem meg ezeket a dolgokat, hogy melyik a jobb nekem. Oké? Okay? Tehát az embernek van egy tulajdonsága, hogy abban hisz, amiről meggyőződött valamilyen szinten. Oké? Okay? Sőt, ugye a hitnél ez már magasabb szintre tud menni, mert ugye abban, tehát tudod, hogy úgy van, ha meggyőződtél róla. Na most az ember, ugye van egy mondás, hogy hiszem, ha látom, tehát magyarul hiszem, ha meggyőződtem róla. Na most inkább megfordít, meg kellene fordítani ezt a dolgot. Tehát ha meggyőződsz róla, tehát ha látod, tehát ha teszed, csinálod, na akkor fogod hinni, érted? Mert akkor meggyőződsz róla. Tehát meg kellene ezt fordítani. Tehát szóval gondold végig, hogy itt vagyunk olyan emberként, aki úgy működik alapvetően, hogy abban hiszek, amit el tudnak velem hitetni, vagy meg tudok róla győződni, érted? Na most, de ez az elhitetés kérdése is, ez eléggé kétértelmű, főleg az elmúlt másfél évtől kezdve. Nem? Mert most gondold végig, a lakosság csak nem fele nem azt hiszi, mint a másik fele. Nem? Hiába volt a óriási propaganda, az egyik fele nem azt hiszi, mint a másik fele. A másik fele meg elhitt a propagandának mindent. Na most, akkor nézzük tovább. Melyik a jobb neked? Van Isten, vagy nincs Isten? Mire való az Isten? Ugye kérdezhetné valaki. Hát ugye az Istennek van egy másik elnevezése, ezt úgy hívják, hogy teremtő. Tehát ugye az Isten az teremtői képességekkel bír. Méghozzá ugye az ember mindig úgy tekintett az isteni lényekre, hogy fokozott, az emberhez képest fokozott teremtői képességekkel bírnak. Tehát mindig így tekintettek az emberek. Ez a fokozott teremtői képesség, ez azt jelenti, hogy a gondolatukkal is képesek teremteni. Akár anyagot képesek teremteni. Na most, ha van egy olyan lény, amelyik sokkal többre képes, mint te, akkor az ember, ha egy kicsit utána jár a dolgoknak, akkor rájön arra, hogy a gondolaton keresztüli teremtés, tehát a gondolat általi teremtés, azt nem akadályozza se tér, se idő. Ami annyit jelent, hogy a teljesen mindegy, hogyha az ember mondjuk gondolattal teremt, akkor hogy az a teremtett valami, amit teremteni akar, az itt van előtte, vagy mondjuk a bolygó túloldalán, vagy mondjuk akár az univerzum másik részébe. Mert nincs tér akadálya a gondolatnak. És ugyanez, nincs időbeli akadálya sem a gondolat általi teremtésnek. Tehát ugyanez a helyzet, mint a tér áthidalásával, hogy az
ha az ember, tehát egy értelmes lény teremt, akkor is tud teremteni, hogyha mondjuk a több milliárd kilométerre van, tehát akár több milliárd, nem millió, milliárd kilométerre, és a gondolatnak ide kellene érkezni, márpedig ugye azt mondják, vagy azt tanultuk sokáig, hogy a leggyorsabb sebesség az a fény. Nem, a leggyorsabb sebesség a gondolatnak van. Tehát a gondolatnál gyorsabb sebességű valami nincs. Mert olyan, hogy mondjuk az univerzum másik felébe akarsz teremteni, akkor itt most kigondolod, és ott megteremtődik. Rögtön időintervallum különbség nélkül. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ilyeneket az embernek, ha egy kicsit utána jár, akkor tájékozódhatna, hogy a gondolatnak nincs tér és idő akadálya. Na most, ha a gondolatnak nincs tér, ennek is megvan egyébként az oka, hogy miért van így. Nagyon egyszerű. Mert ez olyan, mint a vonat. Tehát a vonatok, a kocsik össze vannak kapcsolódva. Világos ez? És ha mondjuk az a vonat egy kilométer hosszú, ha az utolsó kocsit meglököd, az első is elindul. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy mivel az az energia, amit a teremtőhöz kapcsolódik, és az benned is van, és minden létező dologban benne van, ezért abban a pillanatban, amit itt gondolsz, az olyan, mint a vasúti kocsiknál az összekapcsolódás, abban a pillanatban akármilyen hosszú, ha egy vonat 10 km hosszú lenne, de az elsőt meglököd, akkor is elindul az eleje. Abban a pillanatban. Világos ez? Na, ugyanígy kapcsolódunk a gondolatunk a teremtéshez, akárhol helyezkedik el az a teremtett valami az univerzumba. Világos ez? Tehát energetikailag mindennel össze vagyunk kapcsolódva. Világos? És ez a kapcsolat, ha elindítod, azonnal mozgásba lendíti azt a abban a távolságban lévő dolgot. Érthető ez? És ezért nincs idő, és mi volt a másik? Tér. Így van, idő és tér különbség. Világos ez? Na most akkor nézzük tovább. Tehát ugye ez így működik az univerzumban. Na most gondold végig, megint mondhatja valaki, de én ezt nem hiszem. Aha, és avval kivel cseszel ki? Tehát ha nem hiszed, kivel cseszel ki? Magaddal vagy másokkal? Hát elsősorban magaddal, nem? Na most, tehát a teremtőnek, teremtődnek nem kell, hogy itt legyen. Ő képes arra, hogy a ott lévő gondolatát elindítva teremtést hozzon létre itt. De nyilván kellenek valamilyen kivitelezők a jelenben, a Földön, ezért van szükség a Földön az angyalokra, akik egy alacsonyabb teremtői entitásban léteznek. Vagy entitásban, nem entitásban, entitásban léteznek. Világos ez? Egy alacsonyabb teremtői entitásban léteznek, az a teremtői, tehát az isteni hierarchiában az alja, az a legalacsonyabb szint az angyal. Na most tovább nézve ezt a dolgot, ha az ember ezeket tud, akkor másként tud a világához hozzáállni. Miért?
Mert rájön az ember arra, hogy a világomban, ahol élek, nem csak fizikai, elsősorban kézzel teremthetek, hanem a gondolataimmal is teremthetek. Na most gondold végig, megint csak, hogy neked melyik a jobb? Ha csak kézzel teremthetsz, vagy mentálisan is, a gondolataid révén is teremthetsz. Márpedig az éber állapotod teljes egészében teremtesz. Minden pillanatban, amikor éber állapotban van, tehát nem alszol, teremtesz. A gondolatoddal teremtesz. Tehát állandóan a gondolatoddal alakítod a saját mindennapjaidat, életedet, sorsodat alakítod. Minden pillanatban. Tehát ezáltal egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan gondolkodsz. Na most akkor utána megkérdezném, ha már ide lyukadtunk ki, hogy még egyszer visszatérnék erre a kérdésre, hogy melyik a jobb neked? Ha van teremtőd, vagy ha nincs teremtőd. Ha ezekben dolgokban hiszel, hogy meggyőződj róla, tehát akkor tudsz valamiről meggyőződni igazából, ha hiszel benne, vagy az a jobb, ha nem. És akkor nézzük tovább. Vajon hogy tanulod meg ezeket? És hol? Ez a kérdés. És mennyiért? Ez is kérdés. Tehát hol, mennyiért, hogyan, mikor? Hát ugye az a jó, ha minél előbb. Mindenkinek van egy küldetése. Éppen ma válaszoltam egy tanulónknak a rövid üzenetére, hogy kérdezte, hogy mondtam a képzésekben, valamelyik képzésben mostanában, hogy ugye pár perc alatt ki tudom deríteni, hogy kinek mi a küldetése. És ő nem is ezt írta, hogy mi a küldetése, pedig én ezt szoktam mondani, hanem azt írta, hogy mi az ő életfeladata. Mert más az életfeladat, meg más a küldetés, de olyan, hogy életfeladatunk gyakorlatilag nincs. Mert az életünk az három részre oszlik. Gyerekkor, felnőttkor, időskor. És lehet, hogy valakinek teljesen más volt, mint a háromban a feladata. Gyerekkorban is, felnőttkorban is, és időskorban is. Tehát ezért ugye nem lehet olyat mondani, hogy életfeladat. Olyan, hogy jelenleg mi a feladat, azt lehet mondani. És a feladat, meg a küldetés, az elhatárolódik egymástól. Más. A feladat az a mindennapokban való cselekvés. A küldetés a cél. De a célunkat akkor érjük el, hogyha mindennapokban úgy cselekszünk, ahogy cselekednünk kell, amivel minden nap egy lépéssel közelebb kerülök a célom felé, a küldetésem felé. A küldetés az mindig egy. Nem kettő, nem öt, nem tíz. Mindig egy. És az nem változik. A küldetés az onnantól, hogy megszületett valaki, odáig, hogy még él egy napot, ugyanaz a küldetés. Az nem más, az soha nem változik. Egy küldetéssel született mindenki, mármint a saját küldetésével természetesen. Ez azt jelenti, hogy nem lesz másik küldetése, mert az újra kellene születnie. Világos ez? Tehát egyetlen egy. Azt gyönyörűen meg lehet határozni pár perc alatt tényleg. A feladatot is meg lehet határozni annak alapján, amilyen korszakában él az illető. Tehát felnőtt vagy idős, nyilván jellemzően ők szokták kérdezni. És nyilván a legtöbben a felnőtt korban.
Na most gondoljuk végig. Itt vagyunk emberek, és mi a csodából fogjuk megoldani azt, hogy a karmánkat ne vigyük tovább a következő életre? Mi a csodából fogjuk megoldani azt, hogy megtanuljuk azokat a dolgokat? Ne csak információ szintjén, hanem tudás szintjén, ami ahhoz kell, hogy mondjuk képesek legyünk akár gondolatban teremteni. Satöbbi, satöbbi. Tehát én azért vagyok, hogy ezt a tudást ezzel kapcsolatban, amiket tudok, amit tapasztaltam, az átlagnál sokkal többet tapasztaltam, csak úgy mondanám, átadjam. Ezt tudom, hogy az előző életemben is ilyennel foglalkoztam. Ráadásul nem ezen a bolygón. Ennyi. És azért jöttem, hogy ezt átadjam. De miért? Igaz, hogy körülbelül 7-es milliárd ember, úgy durván, az elmúlt mennyi 150 évben úgy jött, mint én. De én meg is akarom valósítani, amire lejöttem. Ezért kellett olyan dolgokat is megélnem, amit a legtöbb ember nem élt meg. És nagyon kevesen élték meg hasonló dolgokat, éltek meg hasonló dolgokat. Az egész bolygón nagyon kevesen. Tehát ebből is látni, hogy az ember egy olyan élethelyzetbe kerül születésénél fogva, ami által kialakul olyanná az ember, amilyenné kialakul. De az nem azt jelenti, hogy később nem tud az ember ebben változtatni. Mert ugye az a célja ennek az egésznek, ugye leszületésünknél fogva, hogy minél hamarabb túl legyél az idézőjelben hibáidon, és minél hamarabb mehess a küldetésed irányába. Mert a hibáid kijavítása nélkül a küldetést nem tudod megvalósítani. Világos ez? És ugye az a szomorú, hogy az emberek azt gondolják, hogy a hibáik kijavítása nélkül képesek a küldetésüket elérni. Ki van csukva? Ráadásul ugye ezzel kapcsolatban, ugye a végén van egy ilyen, hogy 2035-re aranykornak kellene lenni. Ez azt jelenti, hogy biztos hallottatok már olyat, hogy ilyen lejáróban vannak mindenféle naptárak. Például a koronában is van, a magyar szent koronában egy beprogramozott naptár, ami valami ilyenkor jár le, nem tudom, tudjátok-e. Akkor vannak olyan naptárak, amik már le is jártak, tehát ugye a maja naptárra is gondoljatok, azok is, az is ez időtájt, stb. Tehát egy csomó naptár azt jósolja, hogy valahol itt van a vége az egésznek. Tehát minek van vége, vagy minek kell végének lenni ennek a reinkarnációs sorozatnak? Ami azt jelenti, hogy ennek a reinkarnációs sorozatnak az fentiek eredményét akarják. Tehát mi az eredmény? Megint kérdezhetném, hogy melyik a jobb neked? Ha azt gondolod, hogy egy életed, egy halálod van, vagy van egy több millió éves, vagy milliárd éves lelked. Na, melyik a jobb neked? Hát én azt mondanám, hogy nyilván az a jobb, hogyha van egy öreg lélek bennem, mint egy ilyen újszülött vacak. Érted? Na most az azt jelenti, hogy azt gondold végig, mennyi mindent élhetett. Hol van ez a tudás?
Nagyon érdekes, ugye a magyar nyelv elme, el van mentve. Tehát mindent, amit megéltél, el van mentve. Ha ami el van mentve, azt vissza tudod kapni. Ugyanúgy, mint amit a számítógépről lementesz, mondjuk mikor újra húzzák a számítógépet, akkor újra telepítik az összes programot, akkor előtte elmentik a számítógépből a számítógépen lévő adatokat, és utána visszatöltik, amire szükség van. Ugyanígy működik a mi elménk is. Halálunk után, ugye, illetve az egész életünkben ez a mentés megtörténik, halálunk után visszanézzük a dolgokat, annak alapján kiértékeljük a dolgokat, stb. Stb. Majd leszületésünk előtt törlik az összes tudást, nem bennünk törlik, mert újra van húzva a program, érted? És gyakorlatilag, de ez mind el van mentve. És ugye lehet, hogy tudom én, mondjuk van egy 2 millió éves lelked, és lehet, hogy 1 millió 900 vagy 1 millió 900 ezer 900 akármennyi év egybe folyt le, érted? Az életedben. És azt mentették el. Majd lettek az inkarnációid. Annak vannak külön-külön mentései. És amikor beteljesítetted a teljes küldetésedet, és visszatérsz a létközi állapotba, visszakaphatnád, ha akarod, a tudásodat, és élhetnél olyan lényként, mint aki voltál eredendően. Vagy választhatod azt, hogy inkarnálodsz tovább, vagy akár lejött segíteni, mint amit a legtöbb ember választotta, illetve az emberi lélek választotta, lejön ide segíteni, csak aztán elszúrta ezt a segítséget, és ezáltal inkarnálódott tovább. Na mindegy. Szóval az inkarnációs folyamatnak be kell fejeződni. Oké? Legalábbis az ilyen formájú inkarnációs folyamatnak. Mit jelent az, hogy ilyen formájú inkarnációs folyamat? Az elménk úgy működik, sajnálatos módon, hogy nem kell hozzá egy másik személy, és képesek vagyunk saját magunk alatt vágni a fát. Tehát saját magunknak okozni problémát. Az elménk ilyen. És ahányszor inkarnálódunk egy újabb és újabb életbe, sajnos egy olyan elmével rendelkezünk, amely képes elnyomás nélkül saját magának problémákat okozni. Na most sajnos így működik. Na most ebből kellene kikerülni. És felkerülni egy olyan létformába, ahol amit leginkább úgy ismertek, hogy angyal. Vagy ismerünk, hogy angyal. És az a kezdeti létformája az isteni létformának. És akkor ott is lehet továbbfejlődni, mondjuk lehetnél arkangyal, stb. Stb. Oké? Na most minden lélek ebből a célból jött létre a világegyetemben, hogy a jót tovább vigye a világban. Na ez képest nem így sikerült, ezért vagyunk itt a Földön. Hogy ez ne úgy folytatódjon tovább. No, tehát kérdezném akkor még egyszer, hogy elég sokrétű dolog volt, amiről most beszéltem. Ezáltal elég sok tudás kell hozzá. Az, hogy az ember ezeket a területeket mind megvalósítsa. Kérdezném, hogy hol
mikor, mennyiért, hogyan. Nálunk olyan képzések vannak, ahol teljesen laza a dolog. Tehát úgy laza, hogy nincs kötöttség. Tehát nem kell elkötelezned magad hónapokra vagy évekre. Ki tudod próbálni? Én azt javaslom mindenkinek, próbálja ki 3 hónapra. Ugye az a terv, hogy 9 évnyi tudást kell átadni az embereknek. Hát jó úton haladunk e felé. Van 25 témánk, ez a mostani, ami folyik, ez a 6. hónap. Nem, azt mondja, hogy ez a 4. hónapban tart. Igen, de igazából úgy nevezzük, hogy önismeret coach, ami volt 2 hónap, és utána még jött hozzá 4 hónap. Tehát összesen 6 hónapja tart. Az önismeret coach az egy téma 25-ben. Ha így elkezdesz számolgatni, akkor rájössz arra, hogy akkor lehet, hogy kijön a 9 év, de hát nem erről szól a történet, mert van olyan képzés, ami csak 1-2 hónapos. De az azt jelenti, hogy végül összességében a 9 év ki fog jönni. És azt is nem tudom, tudjátok-e, hogy miért pont 9 év? Hát most ezt nem árulom el? Majd a képzésben elárulom, hogy miért pont 9 év, ja? De most ezt nem árulom el itt a díjmentes részben. Tehát a díjmentes részben nem kaptok tudást. A díjmentes részben informálódtok. A tudás az a coach képzésen van. De annyiból speciális a mi coach képzésünk, hogy az élet és az ember működésével kapcsolatban sokkal sokrétűbb. Hát most gondold végig, vannak olyan gyors talpaló coach képzések, hogy mit tudom, 6-7. Vagy még rövidebb. Na most mit lehet ott az alatt megtanulni? Na mindegy. De ha az mondjuk 1,5 év lenne, a leghosszabb coach képzést, amit hallottam, az azt hiszem 1,5 év. Most az is, hol van a 9 évhez képest? Tehát egy coach képzésünk, 1 hónap, 30 óra, és ezt a 30 órát, hogyha beszorozzuk az összeggel, ugye 330 forint óránként, akkor gyakorlatilag 19.000, vagy 9.800 forintra jön ki. És az első hónap ebből kivétel, az 19.700, de az is csak 660 forint óránként. Ez egy ilyen kedvezményes akciós ára. A tudás, amit adunk, az körülbelül 150.000 forint értékű havi szinten. Tehát olyan 5.000 forintot ér óránként. Jó? Tehát azért adjuk ennyiért, hogy bárki számára elérhető legyen a tudás a bolygón. És akkor úgy van, aki kérdezi, hogy de hát ez miért nem akreditált? Nem is szeretném, hogyha akreditált legyen, vagy lenne. Ennek okai vannak, ezt is majd el tudom mondani a második részben. Várunk szeretettel a közösségünkbe, tehát ez egy közösség is, ahol rendszeresen hetente 2-szer összejárunk. Most lesz a hétvégén a nagy rendezvényünk. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok. Visszaadom a szót a házigazdáinknak, az időm lejárt, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen ezt a fantasztikus első részt Szedlacsik Miklósnak. Megegyezhetünk abban, hogy ez magában egy etalon előadás volt, mert ugye nem hétköznapi témákat érintettünk úgy, hogyha valaki visszahallgatja, megértheti, hogy mégis miről van szó, és hogy hogy is működik ez az egész világ. Civil foglalkozásod, Ibolya? Én eredendőleg kereskedelmit végeztem. Honnan jöttél? Gyuláról elkezdtünk. Családi helyzeted? 25 éve élek egyre boldogabb házasságban.
Miért kezdtél el a Nyílt Akadémiánál tanulni? Miért kezdtem el? Hát igazából nálunk ez úgy működött, hogy először a párom kezdte el, mert én abban az időszakban voltam, hogy nagyon sok képzésen vettünk már részt. Jók voltak, de én még mindig nem kaptam meg azt a mestert, azt a tudást, amivel amikor én gyerek voltam, akkor éreztem azt a felhőtlen boldogságot és szeretetet, és azt mondtam, hogy ezt én ugyanúgy vissza szeretném kapni. És mivel hogy a párom kezdte először a képzéseket, nekem ezáltal volt lehetőségem belehallgatni a második részben is, és nagyon tetszettek a tanítások, és legjobban, aki megfogott, ez pedig Szedlacsik Miklós volt, a mester, mert ő egy olyan ember, nekem legfőképpen azt fogott meg, hogy amit tanít, ő úgy él. Számomra azt mondtam, hogy igen, ő egy tanító. A másik pedig, ami megfogott, hogy valóban nagyon sokat beszélgettünk vele, és igazából a képzéseibe is el szoktam mondani, hogy ő rengeteg mindent kapott az élettől, és azokat ő maga oldotta meg. Tehát akkora tapasztalata van az ember és az élet működéséről, hogy azt mondtam, hogy igen, ő az az ember, akit én követni szeretnék. Ezáltal én is tanulóvá lettem utána, 4 hónap után, és aztán már most 6. éve, hogy mi itt tanulunk. A 6 év alatt, hát én nem is tudom, rengeteg felismerés lett. A 6 év alatt nekünk teljesen, azt tudom mondani... Megváltozott minden. Minden. Most éppen nem volt talán szó az első részben az a 10 élethelyzet, tehát ez a párkapcsolatra értem, a szülőkapcsolat, a gyerek, a munkánk, amit de kiszokott az a 10 életterület vetítve lenni. Tehát ezeket valóban, hogyha nem tudjuk jól működtetni, akkor semmi nem működik jól körülöttünk. Na, itt ezt csodálatosan megtanultam, meg aki itt van, az mind meg tudja tanulni, és megkapja hozzávaló tudást, hogy hogy működtesse jól. És tényleg azt tudom elmondani, hogy nem bántam meg, legeslegjobb helyen vagyok. Nagyon jó úgy élni ebben a mai világban, hogy jönnek a feladatok, megkapunk úgymond problémákat, de nem a félelem szinten élni. Mert mivel hogy megvan hozzá megfelelő tudásunk, ezért nincs úgymond mitől féljen az ember. És nem félünk használni. Hát egyértelmű, azért vagyunk itt, hogy meg olyan módszereket kapunk, amit valóban be tudsz építeni az életedben. Van például olyan is, amikor most én arra szeretnék kitérni, szervezés közben mondják azt, hogy képzésekért miért kell fizetni. Hát nem tudom, hogy hol van olyan hely, ahol a képzéseket ingyen adják, mert én még nem találkoztam. A másik pedig valóban az, hogy itt egy olyan összeg van a meghatározva a tandíj, ami megfizethető. A másik pedig az, hogy nekem ami nagyon tetszett egyébként, hogy nagyon rugalmas az egész, mert igazából az otthonodból tudod hallgatni, megvan a rendszeresség, ami szerintem nagyon fontos, tehát nem tudod elfelejteni a dolgokat, és ezt mindig, tehát minden szerdán, vasárnap, nagyon jó ez a havonta egyszeri szemináriumunkon tudunk találkozni. Úgyhogy ez nagyon fontos, ezek a dolgok, hogy meglegyenek, én azt mondom. És ezáltal tényleg nagyon jól tud az ember fejlődni. Tusák, civil foglalkozásod? Hát eredendően én vasesztergásként kezdtem, az hamar kiderült, hogy nem vagyok rá alkalmas. Aztán kipróbáltam még vagy 10 nagyon különböző szakmát, vagy lehet többet, már nem tudom. És ugye 33 éves koromban találkoztunk az agykontrollal, elmentünk agykontroll tanfolyamra, hát ugye onnantól nem volt megállás, és végigjártuk az összes magyar tanítót, akit lehetett,
mindenkivel személyesen is találkoztunk, végigcsináltunk tanfolyamokat, aztán elkezdtem lélekgyógyászkodni, aztán már tanítani is próbáltam. Valahogy nem volt olyan nagy sikerélményem az egészben, mindent abba hagytam, és mondtam Übbejának, hogy nem megyünk sehova, úgyis minden ugyanazt mondják, elég volt az egészből. És akkor a Facebookon rátaláltam Szedlacsik Miklósra, és az első gondolataim, ez felhívom mindenkinek a figyelmét, minősítetetlenek voltak, mert néztem, hogy hogy képzeli, hogy öltönybe és nyakkendőbe próbál spirituális tanokat átadni embereknek, és hát olyan furcsa volt az egész, de beregisztráltam, felhívtam az irodát, befizettem az első tandíjat, és hát óriási kellemes csalódás ért minden szempontból. Ugye mi teljesen, azt lehet mondani, hogy mi teljesen megváltoztunk, szerintem. Ez így van. A régi barátaim azt mondták, hogy teljesen kifordultam magamból, ez így biztos, hogy jó. Nincsenek is már meg egyébként, nincsenek meg. Újak vannak mindenhonnan. Tehát akkora tapasztalat, átadás van, és a mai eladás híven visszaadta azt, hogy ugye érti az ember, amit hall máshol, meg nem is érti, nem is kérdezik meg, hogy érted, nem figyelnek oda rá, itt ugye csapat van és szervezet van, figyelnek rád, kérdésed van, írd le, megbeszéljük, ha nem megy, felhívjuk a Szedlacsik Miklóst, megmondja a választ. Itt figyel van az emberekre, itt rendszer van. Ez szerintem így összerakva sehol nincsen. Másrészt ugye kitértél a pénzre, anyagiakra, hogy milyen kevésbe kerül, de nem baj, hogy van benne egy kis kevés pénz úgymond minden hónapban, mert én azt veszem észre, hogy csak ad még egy kis pluszt. Csak ad még egy kis pluszt az embereknek, hogy bárhova elmész a világba, összejönnek az emberek, aztán elmennek valahova pénzt keresni. Abban a pillanatban, amikor kiment a közösségből, az agya már máshol van. Csak kell az a lóvé, kell a gyerekre, mindenhova kell. Hogyha itt vagy és elkezdesz szervezni, egy idő után lesz annyi pénzed, hogy már csak hobbiból mész el melózni. Mi például itt tartunk most, hogy hobbiból csinálunk dolgokat. Ez egy teljesen más világ így. Egy más minőségű élet már most. Ugye a következő lépésként az lesz, hogy majd teljesen a PPH. Ez már nem soká bekövetkezik. Egy óriási fejlődés, kellemes így megélni ezeket a dolgokat. Azt ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki. Nem is kell elhinni, próbáljátok ki, én se hittem el. Amikor ide jöttem, akkor a kellemetlenebbi kénemet vettem elő, és mindenhol kerestem a hibát, hogy nem igaz, hogy ez ennyire jó lehet. Biztos, hogy valami, ez nagyon gyanús, ez így nem működhet. Nem találtunk igen, hibát. Igen, mindig kerestük a hibát, hogy mi lehet, de nem találtunk nem, hibát. Nincs. Nem volt. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki. Na, mehetünk tovább, szerintem. Nekem még úgy, most ha már a pénzről beszélünk, még az jutott eszembe, nem csak azért, mert néha az embereknek nincs meg a megfelelő információ, én úgy veszem észre a szervezésben, hogy mi amikor idejöttünk a Nyílt Akadémiához, akkor erről is beszéltem át, tehát nekünk nem volt a szervezés. Engem, mint ahogy mondtam is, a Szedlacsik Miklós fogott meg, és a tudás. És telt az idő, és akkor kiderült, hogy van jövedelmünk, felhívott a Szedlacsik Marian, és mondta, hogy van jövedelmünk a tanulók. Ez 10.000 forint volt egyébként. Igen. És van néha, hogy amikor szervezünk, és mondják az emberek, hogy hát miért, tehát hogy itt pénzforgás van, miért van itt pénz. És kérdezem én, hogy hol van még másik olyan szervezet és olyan ember, aki a bevételének 76%-át visszajutatja a szervezők és a tanulók számára. Tehát azért szerintem ezen gondolkozzatok el, hogy hol van másik ilyen szervezet. Tehát ami itt van, ez teljes mértékben etikus, teljes mértékben minden el van számolva, tehát itt nincsenek kis kapuk. A másik, ami még nekem nagyon tetszett, hogy a Szedlacsik Miklós mögött nincsen senki más, tehát nincs média, nincs egyház, ezt az egészet ő rakta össze, ezt ő működteti. És szerintem ennél nagyobb dolog nem kell. Nekem ez, ami még nagyon-nagyon tisztelem és becsülem ezért is Szedlacsik Miklóst, hogy ő minden információt, amit ő kap, azt mindet átadja nekünk, hogy tényleg valóban egy boldogabb életet tudjunk élni. Ennyit szerettem volna még elmondani. Most szünet fog következni.
utána önismeret coach képzésünk lesz, ami már a 6. hónapban van, melyen, ha lehetőséged van, akkor várunk szeretettel, hogy vegyél részt. Ha úgy látod viszont, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most 25 perc szünet fog következni, az azt jelenti, hogy 18 óra 25 perckor folytatjuk tovább. Legyetek itt időben és pontosak. Az újaknak mondanám, hogy ki kell lépni ebből a részből, visszamenni a főmenübe, képzéseink menüpont, és akkor a jelen havi élő önismeret 6-ra rákattintani, és akkor kezdődik majd az előadás 25 perc múlva. Köszönjük szépen, sziasztok!